Köszöntöm kedves nézőinket! Televíziónk időről időre foglalkozik egészségügyi kérdésekkel, orvosi témákat is boncolgatunk. Például a közelmúltban elindítottunk egy sorozatot, amelyben bemutatjuk önöknek a karcagi Kátai Gábor kórház működését, az osztályait. Úgy tartja a mondás, hogy nem fontos semmi, csak egészségünk legyen, legfontosabb szervünk, a szívünk. Erről kérdezem mai vendégünket, dr. Kanász Nagy Lászlót, kardiológiai osztályvezető főorvos. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, és önöket is, Andit és a stáb tagjait. Nagyon köszönöm a meghívást, hogy ugye elmúlt héten az osztályon már vendégeskedtek, illetve hogy most én vendégeskedhetek a stúdióban. Hát ha kardiológus kérdezi, akkor természetesen a legfontosabb szervünk a szívünk, hiszen első dobbanásával kezdődik az élet, és az utolsóval fejeződik be. Tehát az, hogy jól működjön, és azt a néhány százmillió dobbanást az élet során elvégezze, és jó munkát végezzen, bizony ehhez egy nagyon összehangolt és jó működése kell a szívnek, ami talán legcsodálatosabb szervünk, ha megint csak az én véleményemet kéri. Ugye nyáron például beszélgettünk bőrgyógyász szakorvossal arról, hogy hogyan védjük a bőrünket, hogyan figyeljünk az egészségünkre, a napsugarak hatásait hogyan ellensúlyozzuk. Ugye télen adódik a kérdés, ilyenkor szélsőséges az időjárás, hol nagyon enyhe idő van, aztán hirtelen 20-25 fokot is csökken a hőmérséklet. Ez milyen kihatással van mondjuk a szívbetegekre, mire kell ilyenkor vigyázni? Mi történhet ilyenkor a beteg emberekkel? Hát az időjárás változékonysága az leginkább valóban a szívbetegségeket, az érrendszer állapotát viseli meg. Elsősorban a légnyomás változásoknak van ebbe szerepe, de sok minden más hőmérséklet ingadozásnak is természetesen. Hát a frontok azok nagyon tudják befolyásolni a szívbetegek addig stabil állapotát. Például a téli hónapokban nagyon gyakoriak a szívelégtelenségek, illetve hát főleg az utolsó hetekben nagyon gyakoriak voltak a szívritmus zavarok, akár új keletű, akár eddig jól beállított gyógyszeres kezelés mellett kiújuló szívritmus zavarokkal nagyon sokkal lehetett most találkozni. Ez mind arra, annak a rovására írható, hogy megváltozik, ugye a komfortérzet, hideg van, öltözködésünkkel is nehéz alkalmazkodni ez a változékony időjáráshoz, illetve a hidegben ér, az érterületek összehúzódnak, ezáltal például a bőrben, a végtagok ereiben érszűkület alakul ki, ami a hideg elleni védelemnek a egyik következménye, és ez megemeli a vérnyomást, nagyon gyakran megemeli a szív munkáját is, és ez kihatással van elsősorban azoknak a szívére, akiknek már eleve beteg valamilyen mértékben, formában ez a szervük. Sokszor mondjuk azt, hogy fáj a szívünk. Fájhat a szívünk? Most a kardiológust kérdezem. Igen, hát természetes. Nagyon, igen, hát nagyon azt mondják, sokszor azt mondják, hogy a szív az nem fáj. Igen, hát ez egy tévhit. Hát természetes, hogy fájhat. Hát az angina pectoris, ugye a koszorú életedetű szívfájdalom a legtipikusabb példája ennek. Hát bizony ez egyik legintenzívebb fájdalom tud lenni a mellkasban, amit ugye érez a beteg, akinek volt ilyenje, az már tudja, hogy bizony a szív azt tud fájni. Persze nagyon sokféle mellkasi fájdalom lehet más szervekből, ugye a mellkas más szerveinek a fájdalma, ami hát hasonlíthat a szív eredetű fájdalomra. Hát ugye ez a diagnosztának, a kardiológusnak a dolga, hogy hát kihámozza a beteg panaszaiból és a leleteiből, hogy mennyiben érintett maga a szív, elsősorban a koszorú érrendszer, aminek a fájdalma szerepet játszik ezekben a panaszokban. Hányféle szívbetegséget különböztethetünk meg? Mik a legelterjedtebbek? Hát nagyon sokféle szívbetegség van, ugye csoportosítani kellene, akkor egyrészt ugye, ahogy már mondtam, a szívérrendszerének, tehát a szívizmat ellátó koszorúérrendszernek a betegségei a leggyakoribbak is. Hát a mai modern világban bizony ezzel kell legtöbbször szembenézni a kardiológusnak. Ritkább betegségek a szívizom betegségei, de
ha például magas vérnyomás ártalmait vesszük szemügyre, akkor a magas vérnyomás elsősorban a szívizomzatot terheli túl. Az is egy gyakori tévhit, hogy úgy gondolják, hogy a magas vérnyomás a szívbetegség. Hát kezdetben nem az, a magas vérnyomás az a perifériás érrendszernek, tehát a kis arterioláknak, a szöveteket ellátó legkisebb izmos falú erecskéknek a értónus zavara. Ez központi idegrendszeri, illetve hormonális hatásokra kialakuló betegség, nagyon gyakran öröklődő, és hát nagyon sok, egyre több beteget érint, akkor előre haladtával egyre gyakoribb betegség. Ez csupán annyiban érinti a szívet, hogy ez a fokozott nyomás terhelés, amit ugye úgy hívjuk, hogy perifériás ellenállása az érrendszernek, megnövekszik, és ugye ezt a szívnek kell legyőzni. Minden egyes szív összehúzódásnál ezt a fokozott, emelkedett vérnyomást kell leküzdenie. Az a szív izomzatának a túlterheléséhez vezet, először megvastagodik, kialakul egy balkamra izomfalának a vastagodása, balkamra hipertrófia, és a későbbiekben, ha a folyamatok előre haladnak, akkor kiismerül ez a szív, és akkor már egy ilyen szívtágulat jelentkezik, és akkor a szív ereje, kontrakciós ereje már károsodik, és akkor a szívelégtelenség tünetei alakulnak ki. Hát a szívizombetegségeknek mondjuk ez a leggyakoribb, általában előforduló formája. Ezen kívül persze vannak úgynevezett kardiomiopátiák, amik más okból szintén örökletes genetikai, de hát sajnos a alkoholfogyasztásunkat tekintve leggyakrabban bizony a alkoholtól alakul ki, és hát ilyenkor a szívizomzat megy tönkre, és ennek a következtében alakul ki szívizomgyengeség. Vannak gyulladásos betegségek, amik elsősorban a szív belhártyáját érinthetik, ugye van egy endokardioma a szívnek, aminek a részei a szívbillentyűk is. Ezeknek a ilyen jellegű gyulladásos betegsége az endokarditis, ami hát súlyos fertőzések következménye szokott lenni. És hát van a szívburka, a szívizomzat külső részén a perikardiumnak nevezett savós hátja. Ez is gyulladásos betegségek, vagy esetleg daganatok áttételnek lehet a helyszíne. Időnként igen nagy folyadék mennyiség gyarapodik föl ebben a szívburokban, ami a szív működés zavarát okozhatja. Hát mindenféle szívbetegség okozhat a billentyűk működésével zavart. Ugye 4 billentyűje van a szívnek, a bal és jobb oldali szívbillentyűk részben van egy artériás 3 vitorlájú billentyű, másrészt a pitvalkamrai billentyűk, amik mind a jobb, mind a bal szívfélben végzik azt, hogy egy irányban folyjon a vér a szervezetben, és hát ezeknek ugye előfordul a hibája. Hát vagy visszaeresztenek, vagy éppen beszűkülnek, és emiatt alakul ki. Különösen gyakori betegség időskorban az élelmeszesedésnek egy speciális formája, amikor a főverője billentyűnek a meszes szűkülete alakul ki, és akkor ez beszűkül, és hát műtétre van szükség gyakran elég idős állapotú betegeknél. Elég rémisztő, hogy ennyiféle betegsége hát van ennek van, a persze, legfontosabb szervnek. Mik az első intőjelek, mikor kell már orvoshoz fordulni? Tehát mi az, amikor már gyanú van arra, hogy valakinél egy akármilyen fajta szívbetegség áll fönt? Hát részben, amit említettünk, van is, hogy a szív az bizony fájhat, tehát maga a mellkasi fájdalom az, ami ha előfordul, akár ismétlődik, akkor azért annak utána kell járni, mi a oka. Elsősorban a fizikai terhelésre jelentkező mellkasi fájdalmakra kell komolyan odafigyelni, illetve hát a súlyos tünetekkel jelentkező mellkasi fájdalomra, tehát ami nagy elgyengüléssel, verejtékezéssel jár, és hát mozgásképtelenni vagy tehetetlenné teszi az embert, ez azonnali mentő hívást indokol. A szívinfarktus diagnosztizálása, illetve a szívinfarktus ellátása azért hazánkban már nagyon jól kidolgozott, igen, jól szervezett rendszerben történik, tehát ha valakinek otthon egy súlyos mellkasi fájdalma támad,
és kihívja a mentőket, van, aki kihívja a rohanmentőket, akkor azonnal a mentő készít egy EKG-t a betegről. Ha ez kórjelző, ez az EKG kép, ezt azonnal egy ilyen telemetriás rendszerből a mentő elküldi a Debreceni Klinika kardiológiájára, és ott eldöntik, hogy a panaszok, illetve az EKG kép alapján a beteget egyből oda vigyék a szívkatéteres laborba, vagy pedig a helyi sürgősségi osztályra szállítsák be. Hogyha egyértelmű a betegség, és szerencséje van a betegnek, mert úgy lett beteg, hogy egyértelmű, akkor egyből egy órán belül bekerül a Debreceni Klinika katéteres laborjába, és ott az elzáródott koszorúeret meg tudják nyitni. Kik a vagy melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? Hát sajnos egyre fiatalabb korosztály veszélyeztetett. A koszorúér betegség az egyre fiatalabbakat érint ma már. És hát ugye két szélsőséges formája van a szívkoszorú ereinek a elzáródásának, vagy éppen beszűkülésének. Az egyik forma az, amikor fokozatosan évek, évtizedek alatt szűkülnek be az erek az élelmeszesedés előre haladtával, és ilyenkor kezdetben enyhébb, aztán egyre komolyabb mellkasi fájdalmat okoznak, esetleg szívkimerülés, szívelégtelenséget okoznak ezek a tünetek, de nem alakul ki igazán nagy infarktus. Esetleg csak későbbi életkorokban, akár teljesen felismerés nélkül lezajló infarktusok után látjuk például a beteget. Tehát akkor létezik például a lábon kihordott infarktus? Létezik, igen, gyakran úgy a szívótrangos vizsgálattal derül ki, hogy már lezajlott valakinek egy infarktusa, úgyhogy nem is tud róla. Hát a másik szélsőséges forma az pedig a hirtelen szívhalál. Ez általában sajnos fiatalokat érint, olyanokat, akiknél az érelmeszesedés még elég kezdeti szakaszban van, de van egy úgynevezett instabil, vulnerábilis plak, meszes plak a koszorúér rendszerükben valamelyik nagy érben, és amikor ez a plak megreped, és hát egy ilyen trombózis áradatot indít meg ebben a érnek az területén, és elzárja az eret, akkor ez olyan hirtelen keringési változás, amihez a szív nem tud alkalmazkodni, a szív vérkeringése, ami egyébként szépen a fokozatos elzáródás nagyon jól a megkerülő erekkel ki tudja küszöbölni, áthidalni. De egy ilyen hirtelen változáshoz nem tud alkalmazkodni a szív, és akkor megáll. Bizony, és ez az a legnehezebb terület, aminek a kivédése nagyon nehéz, mert ugye itt teljesen tehetetlen egyelőre az orvostudomány, hiszen azok az emberek, akik teljes jólétük közepette hirtelen halnak meg, ezeknek a kiemelésére nincs egyelőre megfelelő szűrőmódszer. Nagyon fontos a rizikófaktoroknak a figyelembevétele és a rizikófaktoroknak a szűrése. Ugye azért, aki ide jut, annál retrospektíve azért kiderül, hogy magas volt a koleszterin szintje, nem foglalkozott vele, dohányzott, és hát gyakorlatilag ennek a kockázatnak kitette magát. Nagyon gyakori most már a cukorbetegség, ami nagyon nagy érrendszeri rizikónak számít, és hát nagyon magas vérnyomás, amit említettem, már szintén egy komoly kockázati tényezője a szívinfarktusnak, a hirtelen szívhalálnak. Mert ezeket a legfőbb rizikófaktorokat azért lajstromba kell venni az egészséges embereknél is. Nagyon fontos a tömegtájékoztatás. Ugye a megelőzésnek különböző szintjei vannak, az egészséges életmód. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mit javasol, mint orvos, hogy ugye mondta ezt a hirtelen szívhalált sajnos nem lehet kivédeni, de mit csináljunk, hogyan éljünk, hogyan együnk, mozogjunk, ne dohányozzunk, ne ígyunk, rendszeresen járjunk el vérvételre, mit tanácsol, mit tegyünk, hogy ne történjen meg a baj? Hát éljünk egészségesen, ez így van. Tehát az egészséges életmód az nagyon fontos, egészséges táplálkozás. Ugye most hál' Istennek éppen aktuális a transzzsírsavaknak a kivonása. Ugye most lép hatályba ez a törvényi rendelet, ami bizony nagyon rossz hatással volt a aterogén vérzsír
konstelláció fenntartásában. Ugye az a tranzsírsavakkal megemelkedik az úgynevezett rossz LDL koleszterin szintje a szervezetnek, és lecsökken a védő HDL koleszterin szint, és ezáltal a zsírháztartás egy ilyen érelmeszesedésbe hajló formát ölt. Ez egy nagyon komoly tényezője például az egészséges táplálkozásnak, hogy ezt törvényrendelettel ki lehetett iktatni ennek a előfordulását, hogy már a fiatalok ne ilyen élelmiszerekkel ismerkedjenek meg, hiszen az élelmeszesedés az bizony 10 éves korban kezdődik, és onnan kinek milyen gyors ütemben romlik ez a folyamat. Hát a másik nagyon fontos dolog az aktív életmód, tehát a mindennapos testnevelésnek óriási jelentősége van, és reméljük, hogy azok a fiatalok, akik minden nap mozognak az általános középiskolában, azok a későbbiekben sem hagyják ezt abba. Nagyon fontos az elhízás ilyen tém megakadályozása, hiszen a túlsúly az mind a cukorbetegség, mind az érrendszeri betegségek, mind a magas vérnyomásnak egy nagyon komoly előidézője. Tehát az ideális testsúly az már maga egészség, úgy lehet mondani. Természetesen a dohányzás az borzasztó nagy probléma. 2-3-szorosára fokozza a szívérendszeri halálozást maga a dohányzás ténye. Nem beszélve arról, hogy a tüdőbetegségek és a tüdőrák kockázatot pedig még nagyobb mértékben fokozza. Tehát nagyon, nagyon súlyos pontja ez a egészségnevelésnek, és hát ugye a vérnyomásunkat tartsuk rendben, ez a nagyon fontos, mérjük meg időnként, ismerjük a koleszterin szintünket, ismerjük a vércukor szintünket, tehát ezeket időnként labor ellenőrzéssel kellene követni. Nagyon fontos a tömegtájékoztatás, ugye a megelőzésnek 3 szintje van. A fontosabb és a legnagyobb ívű a úgynevezett primordiális prevenció, ami a egészségnevelést jelenti gyakorlatilag, tehát az egész népességet érintő beteg, egészséges embertájékoztatásról van szó, nem betegtájékoztatásról természetesen. Tehát ezekre az egészségvédelmi módszerekre, az egészség megőrzésének a módszereire, amiről most is beszélünk, erről kell minél többet és minél aprólékosabban tájékoztatni, akár reklámok formájában, akár egészségvédő előadások formájában, rendezvények formájában a egészséges és minél fiatalabb korosztályokat. Nagyon fontos lenne, hogy az iskolákban egészséges életmódra nevelő tanórák legyenek, az egészséges táplálkozás motivumait megismerjék a gyerekek. Tudják azt, hogy miért kell mondjuk olyan ételeket enni a menzán, amilyeneket kapnak. Vagy egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára ezzel a sótalanítással, de nyilván akkor inkább elfogyasztanák azokat az élelmiszereket, amikről önmaguk is tudják, hogy ezek a egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz tartozó élelmiszerek. Tehát ez az úgynevezett primordiális prevenció arra helyezi a hangsúlyt, hogy ne legyünk betegek. Az elsődleges megelőzés az már betegekkel, illetve a rizikófaktorokkal élőknek a prevenciója. Tehát akinek magas a koleszterin szintje, vérnyomása, cukra van, egészségtelen életmódot folytat, ugye ezekkel foglalkozva igyekszünk megelőzni a betegség, az érrendszeri betegségek kialakulását. Hát ez már az egészségügyi hálózat, a háziorvosi hálózat feladata is, és hát van a másodlagos megelőzés, amikor már szívinfarktus után, szívműtét után, agyi érkatasztrófa után a jövő beteget próbáljuk, ezt már ugye kórházi körülmények között is, a életmódjában, az eddigi életvitelében előforduló hibákra felhívni a figyelmet, és hát a helyes irányba terelni a továbbiak során, hogy újra ne alakuljon ki a hasonló betegsége. Ugye megpróbáljuk megelőzni a bajt, aztán megtörténik, akár kisebb, akár nagyobb, bekerül az illető a kórházba, vagy akár csak kivizsgálásra önhöz, és
mert tehát nagyon sok ember nem mer elmenni orvoshoz, nem akar róla tudomást venni, aztán mégis muszáj, elmegy. Mernek-e kérdezni az emberek? Tehát most arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire tartja fontosnak az orvos beteg közti kommunikációt, a bizalmi kapcsolatot, hogyan próbál a betegekkel bizalmi viszonyt, úgymond orvos-beteg közti bizalmi viszonyt létesíteni. Mennyire fontos ez? Hát azt hiszem, az empátiás készség meg a hozzáállás az nagyon fontos az orvos részéről, hogy kialakuljon egy olyan viszony, amiben a beteg őszinte is és segítőkész és hajlandó is visszajönni esetleg a problémáival. Hiszen a szívbetegeknek is az ellátás az nem egyszeri, meg nem egy kivizsgálásból áll, hanem ugye rengeteg beteg rendszeresen visszajár ellenőrzésekre, mindig szükség van arra, hogy részben a gyógyszereit átnézzük, az állapotát ellenőrizzük, kövessük, hogy nem kell-e valamit lépni tovább. Rendben van ez így, ahogy most ugye szedi a gyógyszereit, ahogy az életmódja zajlik a betegnek. Ilyenkor az őszinteség nagyon fontos. Nyilván a beteg részéről is tudja ismerni azt, hogy mik fenyegetik, milyen, mikre kell odafigyelni, és legyen őszinte a kezelő orvosával. Hát ez évek alatt kialakul bizony, tehát ragaszkodnak is a betegek, hiszen egy szívbetegség után azért kell az a támasz, hogy legyen kihez fordulni, ha problémája van, ha újra jelentkezik valami panasza, és ezt orvosolni kell. Szerintem nincs olyan család a városban, amelynek legalább egy tagja ne kereste volna még önt föl életében. Sajnos. Ugye sokszor találkozunk önnel a kórházba, akár ugye a rendelőbe, én is voltam nem olyan régen önnél, folyosón, fehér köppenyben. Kíváncsiak vagyunk önre, és szerintem sokan kíváncsiak önre, mint magánemberre is. Tehát most levesszük a doktor címet a nevelől, Kanász Nagy Lászlóra vagyunk kíváncsiak. Hogyan indult a pályája? Miért pont az orvosi pályát választotta? Miért a kardiológia? Hol végezte iskoláit? Beszéljünk önről egy picit. Hát, hogy miért lettem orvos, azt nem tudom. Tehát arra egyszerű a válasz. Talán mindig is reál érdeklődésű voltam, de biológiát nagyon szerettem. Gyermekkoromra, hogy visszaemlékszem, inkább állatorvos szerettem volna lenni. Azt hiszem, az állatok szeretete, meg állatok iránti vonzalom az nagyobb volt nálam annak idején, de mindenképpen a biológia, kémia, fizika, természet történései érdekeltek. Terelgették, vagy nem, egyéni döntés a volt? A családunkban nem volt orvos. Nem, sőt, nagymamám a szegény olyan volt, amilyet tetszett is említeni, hogy nem nagyon szeretett orvoshoz járni, sőt, hárított minden ilyen kapcsolat, nem is szerette az orvosokat. Tehát ebből a szempontból nem volt indítatás a hátam mögött, de hát jó tanuló voltam, és biológia tagozaton végeztem a gimnáziumot, és ott alakult ki, hogy az orvostudomány több iskolatársammal együtt, hogy akkor az orvostudományi egyetemre felvételezzünk. Én úgy voltam vele még az egyetemen is, hogy ha emlékszem, az első vizsgám biológia volt, az első szigorlatom első év végén. Mondom, hogyha ez sikerül, akkor maradok, ha nem sikerül, akkor elmegyek autószerelőnek tanulni. Aztán az is érdekelt ugyanis. De sikerült, ötös kaptam, és akkor nagyon jó lelkesedéssel folytattam ezt a orvostudomány tanulását, és hát jó, azt hiszem jó érzéket fogtam meg ezt a szakmát, és sikerült hát minél többet elsajátítani ebből a nagyon szép és nagyon bonyolult, nagyon nehéz tudományból. Amikor hát, szakosodni kellett, miért a kardiológia? Hát először ugye belgyógyász lettem, ugye ide belgyógyászatra kerültem a végzés után Karcagra, és ugye belgyógyászat szakvizsgát tettem, akkor még belgyógyászati osztály volt,
abban az időben fejlődött a kardiológia ki. Hát ugye a belgyógyászat az hajdanán régen az egy egységes szakma volt, ma már nem is létezik szinte. 14-15 szakterület van, ami levált a belgyógyászatból, és már nem is tudjuk igazán, mi az a belgyógyászat. A két belgyógyász se érti, hogy mit mond a másik, mert olyan rövidítéseket használunk mondjuk a kardiológiába, amit nem ért a hematológus, vagy vice versa. Tehát és nem is értünk egymás szakmáját, tehát annyira specializálódott a tudomány, tehát mindenképpen szükség volt rá, hogy valami specializáció irányába fejlődjön az ember. Hát itt Karcagon ugye egy városi kórház lehetőségei és perspektíváiban azért a szívérrendszeri betegségeknek az ellátása azért nagyon nagy falat. Tehát ebben az irányban mindenképpen érdemes volt tovább lépni. Ugyanilyen nagy terület a belgyógyászatnak például a gasztroenterológia, amit megint csak érdemes egy ilyen városi kórház szinten művelni, kidolgozni, kifejleszteni ezt az ellátást, meg hát a diabetológia, ami egyre nagyobb falat a belgyógyászat területén belül. Hát én abban az időben, amikor indult ugye például a szívultra hangvizsgálatok elkezdődtek már a klinikákon is, és hát úgy látszott, hogy ez olyan nagy diagnosztikai lépcsője a orvoslásnak, és egyáltalán a kardiológia úgynevezett non-invazív vizsgáló módszereinek a létrejötte, a sima EKG-n kívül, ugye, ami addig is adott volt, tehát olyan lehetőségeket, olyan felismerés, betegség felismerésének olyan nagy lehetőségeit jelentette, hogy én ezt nagyon szerettem volna kitanulni és megismerni és elhozni haza, hogy ezeket a tudásokat, meg egyáltalán a betegek, betegségek földerítését ilyen szinten meg tudjuk oldani, hiszen ez mindig el kellett ugye Debrecenbe vagy Szolnokra menni a betegeknek. És akkor a 90-es évek elején, ugye a rendszerváltás után, amikor Szabó János igazgató volt 4 évig a kórházigazgatója, ő beszélt rá, hogy menjek el kardiológiát tanulni, és akkor meg is volt a lehetőség, hogy ilyen műszereket, terheléses EKG-t, Holter monitort, szívultrahangot beszerezzünk. Volt erre valamilyen pályázati, vagy ki tudja, milyen lehetőség volt akkor. És hát akkor nagyon bölcsen és jól döntöttünk a műszerbeszerzések kapcsán. Még mindig az a terheléses EKG működik, ami akkor 1992-ben került ide a kórházhoz. És hát szépen kialakult ez a nyilván először járóbeteg szintű ellátás, és járóbeteg kardiológiai ellátás, és hát ennek is van dömpingszerűen azért a létjogosultsága egy ilyen városi szinten, és hát 2012-től tudtunk kibővülni egy struktúraváltás kapcsán, hogy osztályszinten is kardiológiával lehessen foglalkozni, és hát végre a rehabilitációval, igazán kardiológiai rehabilitációval, ami az előbb is beszéltünk róla, hogy nagyon fontos és hát a jövő területén, úgy mondanám, a gyógyászat jövője ebben a rehabilitációban és a betegség megelőzésben van. Jöjjünk ki egy picit a kórházból, mert mindig visszakapcsolódunk oda. Mit tudhatunk a magánéletéről? Mi az, amit megosztana velünk a családjáról? Hát én Szentesen születtem 1959-ben, aztán hát ugye szüleimnek a sorsa úgy hozta, hogy Nádudvarra költöztünk, és ugye én Nádudvaron nőttem fel, 3 éves koromtól gyakorlatilag ott éltünk, ott jártam általános iskolába. Édesapám az mezőgazdász volt, a TSZ-ben dolgozott, édesanyám is a TSZ-ben adminisztrátorként dolgozott és ment, aztán szegény rokkant nyugdíjba, mert hát van egy húzódó évtizedes betegség, ami miatt ő ápolásra is szorul, de még él. Hát édesapám az már meghalt, szegény ő, elég korán. Hát a gimnáziumi éveimet az Hajdúszoboszlón töltöttem, ahogy mondtam már, biológia
tagozatot jártam, és hát gyakorlatilag hát NEC nélkül kerültem az egyetemre, és a 83-ban végeztem, és akkor már megvolt egy száfiunk, ugye, a feleségemmel az egyetem, meg évek alatt házasodtunk össze, és akkor már László fiunk is megvolt, és akkor úgy kerestünk állást, vagy úgy kerestem, mint végzett medikus, hogy hát lakást kellett valahol kapni, és hát itt Karcagon kaptunk. Zsembeli igazgató úr ellátott minket, akkor még ugye tanácsi bérlakás volt a legfőbb, amit el lehetett érni, és akkor itt telepettünk le, és akkor itt dolgoztunk. Hát ugye született még egy Ágnes nevű leányzom, és hát utána házasságunk tönkre ment, és hát elváltunk, de hál' Istennek azért kapcsolata gyerekekkel is, meg a volt feleségemmel szintén nem rossz. Született közben még egy kisfiam, egy közbülső kapcsolatból, és hát most ő itt él velem, ő gimnazista, nagyfiú, nagyon okos, nagyon jó tanuló. Apja fia. Hát ezt nem mondjuk így, nem mondjuk, mert anyja fia is nyilván. És hát ugye most Judittal élünk már hát több mint 10 éve együtt, és hát azt hiszem, ő benne megtaláltam a békét, meg a nyugalmat a magánélet területén. És hát nagyon boldogan töltjük a mindennapjainkat. Mivel töltik a szabad idejüket? Mi az, amivel a munkáján kívül szívesen hát foglalkozik? Ami kevés szabad időnk van, azt nyilván pihenéssel. Nagyon szeretünk fürdőbe járni, a Berekfürdőt is nagyon szeretjük, meg én különösen a karcagi felújított fürdőt nagyon szeretem. Sokat járok úszni, bár most mondom, egy hónapja, több mint egy hónapja nem voltam, mert megfáztam, én is elkaptam ezt a mostani divatos ragályt, ami vagy influenza volt, vagy nem, de folytatni fogom, és nagyon jó kis uszoda van a városunkban, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy szokjon rá, és nagyon fontos, nagyon jó testedzés annak, akinek mondjuk az izületei már nem a régiek, és nem tud mondjuk futkározni, focizni. Régen nagyon szerettem futballozni, de azt sajnos abba kellett hagyjam a gerincem miatt. Nagyon jó, én nagyon szeretek a meleg vízbe ellazulni, tehát ez egy olyan egész Alföldnek, és hát Berekfürdőnek, Karcagnak is ez olyan nagyszerű adománya, hogy van itt ez a meleg termálvíz, ami hát sok helyen jártam már a világba, de mindig visszavágytam, ilyen sehol nincs. Tehát akármerre mehetünk a világ bármely tájára, mindenütt gyönyörű, szép dolgok vannak, de ez a termálvíz egy olyan kincs, hát ugye látjuk a németek, külföldi turisták is szívesen jönnek ide, ez pótolhatatlan, erre nagyon vigyáznunk kell, és meg kell becsüljük. Hobbi? Hát egy kicsit a sportolás is az, amennyire időm van rá, kerékpározni is szeretek, illetve hát szeretek egyre inkább zenélni, gitározni mostanában. Újra elővettem a hangszert, hát nagyon sokáig nem gitároztam, csak a gimnazista korom emléke volt. Akkor volt együttesünk, és sokat játszottunk annak idején. És hát most megint keftelésből elővettem, és próbálok felzárkózni ilyen téren, de szigorúan csak magamnak. Főorvos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további sikeres munkát kívánunk önnek, a kedves tévénézőknek pedig azt, hogy éljenek egészségesen, vigyázzanak az egészségükre, táplálkozzanak egészségesen, mozogjanak, sportoljanak, ne dohányozzanak, ne igyanak, és figyeljenek oda magukra, mert tél van, és ilyenkor veszélyeztetettebb mindenki az időjárás miatt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon köszönöm a meghívást is mindenkinek. Nagyon jó egészséget kívánok szintén. Köszönöm szépen, kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket.